Sziasztok! Itt hagytuk abba az előző videónál, és következnek a szárnyacskák. Én most úgy mosom ki az ecsetet, hogy csak így simán ide csöpögtettem egy kis alkoholt, illetve most én acetonnal dolgozom, és ebbe mosom ki az ecsetet, illetve a nagyot is. Jó, nem száradt meg még a piros, mert én most így egymás után dolgozgatok. Elfordítom így a szárnyast, hogy a szárnyait közel legyenek. Ugye mindig oda helyezzük a festéket, illetve arra dolgozunk, ahol a legközelebb tudjuk magunkhoz a festéket. Ez egy fehér. És ez egy kevert. Látjátok, mekkora különbség? Tehát elég nagy. Jó. Ott letörlöm azt a piros pöttyöt, illetve itt is van még. Na, mindegy, azt majd utána megoldjuk. Jó. És akkor most, hát ez nem tudom, hogy mennyire fog így látszani a videóba, de remélem, hogy látszik azért egy kicsit. Jó. Oké. És hát igazából lefestem a szárnyat. Én nem foglalkozom azzal, hogy itt rámegyek a kontúra, vagy nem megyek rá a kontúra, ugyanis le fog folyni a kontúrról a festék, és mivel transzparens a kontúr, ezért nem igazából lesz belőle baj, tehát nem fog látszódni. Ez ott szépen leengedi a kontúr magáról a festéket. Most mivel itt nem fehérről beszélünk, hanem csak egy ilyen áttetsző szárnyacska színről, ezt meg is mutatom nektek, hogy ez látjátok, teljesen áttetsző lesz. Tehát átlátszik majd rajta minden. Én mondtam, hogy én a hátulját ezeknek a képeknek is meg fogom fújni, mert szerintem nem néz ki így szépen a csillám, de hozzáteszem, ezt meg kipróbáljuk, hogy milyen lesz. Tehát mindent kipróbálunk. És ti is tudjátok, ne higgyetek nekem, hanem tessék kipróbálni. És beleteszek csillit, jó? Na most emlékeztek, hogy csináltunk a fehér mandalánál, amit nem tudom, hogy hol raktam azt az üveglapot, de a YouTube-on van fönt egy olyan anyag, most itt körülnézek, de szerintem én azt megszüntettem már, azt az üveglapomat. Tehát a fehér mandala részeknél van egy külön fejezet, ahol megmutattam, hogy mi történik akkor, hogyha fehér festékbe csöpögtetünk csillámot. Tehát nem a csillámos festéket, hanem ezeket a pici tubusba kapható kis csillámporokat. Hogy akkor mi történik? És mi történik akkor, hogyha szintelembe? Tehát ezzel érdemes játszani, illetve nézzétek meg. Ami nekem egyébként nagy kedvencem, ugye az Eco Glitter anyaga a pentártnak, és az Eco Glittert is bele lehet tenni, és ettől ilyen ezüstösebb lesz a szárnya, de nem az a fajta ezüst, amire azt mondod, hogy ez olyan nagyon ezüst, hanem ez ilyen borzasztóan jó kis anyag, ez egy ilyen természetes porocska, és a fehér mandalánál szerintem ezt használtuk is, tehát a YouTube-on, az Üvegfestőiskola csatornán ugye ezt meg tudjátok nézni. És kérlek is, hogy nézzétek meg. Jó? Tehát szárny. Szárny egy. Oda néz. Nagyon jó. Nem? Annyira tűnci. Szóval szárny egy megvan. Cserélünk. Úgy. Jön szárny kettő.
Nem nagyon foglalkozom most azzal megint csak, hogy, hogy itt benne maradt az Eco Glitter, hiszen most tényleg csak a szárnyakról van szó. Ha itt most kifestem az Eco Glittert, akkor nem probléma. Az ecset mindaddig vesz fel anyagot, amíg nem tud leadni. Tehát ha Eco Glitteres vagy bármilyen más anyag van az ecseteden, és az ki van törölve egy rongyba, ha így belenyúlsz az üvegfestékbe, és nem lögybölöd, nem pacsálsz benne, hanem csak így belenyúlsz, és kiveszed, akkor nem lesz olyan a festék. Tehát a maga az üveg. Nagyon-nagyon ritkán az nálam is előfordul, hogy a fehérnél olyan lesz. De ez tényleg csak ritkán. Itt a szoknya résznél át fogunk majd menni rajta. De nem most, hanem ha teljesen megszáradt. Mert attól lesz majd ilyen kicsit sejtelmesebb. Jó, jön a szivárvány. Oké. Szerintem ez tök haladós. Úgyné, és akkor egy kis Eco Glitter. Tiszta sorozatgyártók vagyunk, nem? Kicsi kínai manufaktúrák. Ezt egy gyártjuk sorozatba a cuccokat. Na, kettő kész. Oké. Jön a harmadik. Hát most mondanom se kell, ugyanez. Kíváncsi vagyok, hogy megfestitek-e, és milyen ötletek. Látjátok, ide belecsöpögött egy nagyon picit. Most már a felület egy kicsit megszilárdul, de ennek ellenére még azt el tudtam tüntetni. Fordítva nehezebb. Oké. Fordulunk. Fordíts mindig arra, amerre neked kényelmes. A kamera miatt nekem néha kicsit macerás, de szerintem eddig jól megoldottuk ezeket az akadályokat. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen színkombinációk születnek. Egyébként jó, hogy ilyenkor legalább lehet egy kicsit tényleg elhasználni a csillámporokat, vagy a csillámos anyagot. Oké, egy kis Eco Glitter. Úgyné. Egyébként, ha megjönnek a tündérbabák, akkor majd megmutatom az Üvegfestőiskola Facebook csoportunkba. Mert még Magyarországon vannak ám. Úgyné. Hát ide már nem nagyon sok Eco Glitter kell, mert itt már tele vagyunk. Jó, nézzétek meg a képeket, és csekkoljátok be, hogy úgy az eredeti képhez képest minden rendben van-e. Na. Szerintem nagyon jók vagyunk. Jó? Valaki kicsit lassabban szeretné festeni, vagy esetleg nagyobb a festi, hát persze természetesen akkor nem ilyen gyorsan fog vele végezni, de ezek egyébként 20 centis körök.
és szintén a pentárt kereskedőknél lehet őket beszerezni. Én nem tudom pontosan megmondani nektek az árát, de egyszer megnéztem, sokkal, de sokkal kedvezőbb, hogyha tényleg így a kereskedőnél kéritek a részfóliás szélű ablakképet, mert az üvegesnél egyébként nem olcsó ezeket levágatni. Jó? Na, akkor kellemes alkotást, folytatás következik. Sziasztok!